Iván Susztár egy nagyon sikeres nővér, ezért miután elesett, rögtön meg tudta állapítani, hogy eltört a lába. Mikor a fájdalom nem múlt el, sőt rosszabbodott, nem a gyógyszer után nyúlt. A baleset akkor érte, mikor egy este a kocsijához igyekezett. Sötét volt, és a lépcső felé léptem. Éreztem, hogy kibicsaklott a bokám. Szóltam az Úrhoz: Uram, ugye nem tört el a bokám? Ám tudta, hogy a helyzet nem túl jó. Összeszedtem magam, és felálltam. A lábfejem, mint a gumi, visszabicsaklott. Azonnal tudtam, hogy eltört. Nem volt kétségem. A röntgen is ezt mutatta. Szinte nem maradt egy épp csont sem a lábfejemben. Csodák csodájára azonban nem mozdultak el a helyükről a csontok. Így nem volt szükség műtétre. 6-7 betegállomány után visszament dolgozni, de kis idő múlva újra otthon kellett maradnia. Hónapokig alig mozogtam valamit. Az idő is hideg volt, úgyhogy a házat is alig hagytam el. A lábam folyton fájt, a végén meg csak nagyon lassan lépegettem, és lemerevettek az izületeim is. Minden egyes lépés nagy fájdalommal járt. A kínzó fájdalom miatt Istenhez fordult segítségért. Imádkoztam, és hittem, hogy Isten segíteni fog. Járnom kellett ahhoz, hogy újra dolgozhassak, hogy ellássam a fiamat, eljárjak a meccseire. Muszáj volt talpra állnom. Egy nap a 700-as klub adását nézte. Terry betegekért imádkozott, és azt mondta: van valaki, akinek a testének egy pontján az inak megrövidültek, nem képesek rendesen megnyúlni mozgáskor, és emiatt nem tud rendesen járni. Isten most meggyógyítja önt. Az Úr ereje átjárja, és az inak újra épek lesznek a testében. Istenem, ez nekem szól, gondoltam, és felugrottam. Letettem a laptopot, járkálni kezdtem, de semmi fájdalmat nem éreztem. Ugráltam, legugoltam, lábujjhegyen jártam, fellefutkostam a lépcsőn. Fantasztikus volt, hogy egészséges vagyok. Most már újra segíthet a betegeken és az elesetteken. Hálás vagyok, hogy az Úr helyreállított, hogy megváltott, visszaadta az egészségem, hogy mások segítségére lehessek a munkámmal. Nagy alázatot ad az ember szívébe, hogy tudja, Isten szereti. Ő soha nem hagy cserben bennünket.